Tegnap, mikor befejeztem, mert tegnap péntek volt, és ma szombat van, befejeztem a vlogot, úgymondva egész nap nem csináltam felvételt, de este elmondtam, hogy mit csináltam. Emlékszem, mikor Krakkóba voltunk, a Hanna nekem azt mondta, ő szerinte ezek a YouTube videók, vagyis ezek a vlogok akkor lennének nagyon effektívek, ha nem ilyen 10 percesek lennének, vagy 7, hanem inkább 5, 4, vagy talán még kevesebb. És tegnap pénteken olyasmit csináltam, hogy szó szerint csak elmondtam, hogy mit csináltam, és nem vettem föl. Szóval, ma is ezt fogom csinálni. Kezdjünk bele. Leesett a kamerám, szóval elnézést. Itt a pad az úgy van megcsinálva, hogy ilyen lyukacsos nagyon, és úgy pont ide raktam a kamerámat, és leesett. A napom. Először is elmentem összeszedni a levelet meg a tuját. És bátyám még levágták a tujákat, és én segítettem nekik a végén már. Közben leesett a telefonom. Ott is. Nagyon sokszor lejtem mostanában a telefonomat. Aztán még, hogy el tudjam cipelni a tujákat, azokat még ott összegerevésztem ott a leveleket is. Aztán cipeltem tuját. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, már nem volt négyszer. Aztán a tujákat fel kell dobnom a nagy kupacra. Arra a nagyon nagy kupacra. És hú, de hideg van itt ki. Kölcsönkértem bátyám kameráját, csináltam jó pár fotót, bementem. Fogtam a kártyát, beleraktam a gépembe, megcsináltam egy képet, megnézem ezt a Lightroom program, ez hogy megy. Jól ment, a kép az nekem nagyon tetszett. És még anyámmal csináltunk valami új kaját, kipróbáltunk valami, mert pasírtot akartunk csinálni, ilyen kicsi golyót, de nem azt csináltunk, hanem egy ilyen nagy, vágható, hát egy ilyen nagyobb. Hát fogtunk egy formát és beleraktuk a masszát úgy mondva, és csináltunk bele egy ilyen kenyérformát, és akkor most azt ettük meg. És hát amennyire megettük, de nagyon jó lett. Ennyi volt a napom. Jó, ez tényleg, köszönöm Hanna, hogy ezt mondtad. Sokkal könnyebb.